Nékem ismét a fedélzeten, üdvözlök mindenkit. Elég rég volt ennek a sorozatnak az előző része, viszont akkor még szent meggyőződésem volt, hogy az idióták azok csak és kizárólag a gyakorikérdések.hu-n léteznek, viszont látva Radics Peti videóit, én is egy kis bogarászásba kezdtem, és rájöttem, hogy az idióták valahogy így áttették a székelyüket a Facebookra, és hát annyi van belőlük, és olyan aggasztó baromságokat írnak ki, meg tesznek, hogy a gyerekek, én teljesen elvesztettem az emberiségbe vetett bizalmamat, tehát hogy így belegondolni is szörnyű abba, hogy ezekben az emberekben van az országnak a jövője elvetve, hogy tényleg ezek mellett úgy nap mint nap elmegy az utcán az ember, ezekkel találkozunk, ezekkel beszélgetünk, és megismered egy alternatív énjüket, és szörnyű. Szörnyű belegondolni abba, hogy ezek az emberek legálisan élnek. Na, nézzük is, kikre gondolok. Nem tudom, lehet, hogy öreg vagyok, vagy talán túlzottan komolyan veszem a dolgokat, de bizonyos dolgokat én egyszerűen nem tudok felfogni. Mint például ezt. Egy csomó helyen láttam már ezt az ír komiba 1-től 26-ig számok, és ezt 8-10-12 ember így egymás alatt így, amikor kiírja, így nem tudom megérteni, hogy ez miért jó annak, aki kiírja, miért jó, aki kommentel, miért jó, aki ír száma, nem tudom felfogni. Minden esetre ezt a vadvízi WC-kefét sajnáltam a legjobban, aki próbált kreatív lenni. Válasz egy szót 26-ig, és nézd meg az üzenetedet. Egy szót? Szót 26-ig? Szót? Vannak emberek a Földön, akik olyan fétissel lettek megáldva, hogy rögtön orgazmusuk lesz, ha beleköthetnek valakibe. Attila Pocsék helyesírása, de egy tök vicces dolgot írt ki. Putnokon olyan a hótúró, mint a jóisten. Tudjuk, hogy van, de senki nem látta még. Pedig van Isten! És láttad már? He? Nem láttam, de hiszek benne! Ha elolvastad volna rendesen, akkor tudnád, hogy ebben én sem kételkedtem. Igaz, igazad van. Időnként a hócipőm tele van ezekkel az agyatlan vallásfanatikusokkal, és elvárják, hogy ülj le velük vitatkozni, de haha, nem bazd meg, engem más fából faragtak. Csak azt tudnám, hogy ezek a veszett vallásfanatikusok hol vannak olyankor, amikor ilyen posztokat írnak ki, hogy Isten ezért teremtette a dínókat, hogy segítsék az embert, és megvédjék a zsidóktól, akik a bukott angyalok és a földre lettek büntetésből ledobva a mennyből. De maradt egy kis erejük, és kipusztították őrzőiket, a dínókat. Utána vette el Isten az egész hatalmukat, és azóta már többször is legyőzte őket az emberiség, csak időről időre hatalomra jutnak a földön, mert Istenük a főgonosz segíti őket. Tehát kihaltak? Nem mentette meg senki a dínókat, mert a zsidók elpusztították őket, mint mindent, ami jó azóta is a földön, csak hogy ők legyenek az uralkodó faj a földön. Mielőtt azonban ennek a prófétának bárki is kételkedne a szavában, a végén megtudjuk tőle. Ezt egy angyal mondta el nekem. Ne haragudj, hogy egy percig is azt mertem feltételezni, hogy ez valami újabb, üres, áltudományos, antiszemita szekálódás. Ha ezt valóban egy angyal mondta neked, akkor leborulok előtted és imádalak, te elsekkefe. Na de félre a vallással, mert itt van nekünk Tomi! Tomi egy amolyan Ricardo féle emberfajtából csatlakozott a Facebook idióták népes családjába. Tomi momentán cseszett boldog, ugyanis... Jaj, hát a dejákok boxolnak a zsebembe. Tomi ennek annyira örül, hogy még a saját bejegyzését is képes volt ezért lájkolni. Na de, oké, értem én, hogyha pénz áll a házhoz, az mindig egy örömteli hír. De miért kell kitenni Facebookra? Muszáj neked Facebookra tenni? Van között, foglalkozz magaddal, jó csóvel! Tudod ki a csöves? Ne szólogass a képem ezt, mert én is hozzászólok a tiédhez, és leoltalak! Amúgy bocs, nem rossz indulatból írtam.
és már épp kibékültek volna, amikor megjelent Tominak egy nőstény rokona. Ne rugassál, te fogyatékos! Ide nem kérte senki a véleményeret! Különleges ez a lány, mert az emberek nagy többsége csak aranyeret kaphat, de ez már rögtön egy egész véleményeret kapott. Ráadásul másodfokú amnéziában is szenved a csaj, ugyanis rá 24 másodperce kiírta alá, hogy a véleményedet köszi Pusy Y. Ez a nő olyan hülye, mint a faszom kétszer. Kiugrok az ablakon. Jaj, de inkább folytassuk. Ne hari. Tudod, testvérem, a magyarok a cigányoknak a csicskái. Legyen neked szerencsés. Kurva. Így van, tesó, és köszönöm. Alap. Nem tudni, hogy Tomi hirtelen ő is véleményeret kapott-e volna, vagy nem tudom mi a szösz, de a 4 órával ezelőtt szegény Leventét, akit már mindenki elfelejtett volna, elkezdett neki visszafele ugatni, hogy... Levike, ne írogass a képemhez, köszi! Vanessa meg kontrázott. Itt írogatsz ide, te rossz magyar, nem kérte az öcsém a véleményedet. Fú, bazd meg, ezek olyan sötétek, mint az országút éjszakon, én inkább abba hagyom ezt a szart. Tomi egyik kedvenc idézetes képével búcsúznék, amit többször is megosztott az idővonalán. Mi szerint egy olyan világban élünk, ahol nincsen hercegnő, megbasztak mindet. A következő részben egy olyan srác nyomába fogunk keredni, aki a messzi Szardíniába egy prostituáltokat foglalkoztató hálózatba szervez lányokat. Mindez természetesen könnyű pénzkereseti lehetőségként ajánlja fel csinos magyar lányoknak a Facebookon. Ha nem szeretnétek róla lemaradni, iratkozzatok fel, ha tetszett a videó, lájkoljátok, valamint kövessétek a Facebook oldalamat, ugyanis rengeteg háttérinformációval lehettek gazdagabbak. Nem sokára újra itten találkozunk. Sziasztok!